A bíróság testi sértés, és választási csalás miatt is elítélte Varjú Lászlót. Szakértők szerint azonban még áldozatként próbálják a baloldalon bemutatni, ami jól szimbolizálja azt a tényt, hogy a baloldalon a bűnöknek sincs következménye. Az elemzők úgy vélik, hogy Varjú László és Fekete Győr András esetén nem csak világos ítélet született, de az is világos, hogy a két személy, ami tett, azt tudatosan tette, így ebben a helyzetben az lenne a minimum, hogy távoznak a közéletből. Ezzel a témával folytatjuk már is. Köszönjük szépen, így van, elemezzük a helyzetet Palóc Andréval, a Századvég közéleti tudásközpont alapítvány vezető elemzőjével. Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm a nézőket! Most nyilván ö, már abban is van egyfajta vita a közéletben, hogy ugye Fekete Győr András ítélete nem jogerős, fellebezett ellene, és variulászló László és ami ellen lehetett fellebezett, viszont az ő ítéletének egy része, hogy ő több ügyben volt érintett, jogerős már. A kérdés az, hogy ön szerint jelen helyzetben, ebben a helyzetben, ami most van, távoznia kell mind a két politikusnak a közéletből, vagy nem? Ez egy jó kérdés, mert hogy látjuk, hogy ezzel kapcsolatban kialakult egy politikai vita, ha úgy tetszik. Ugye beszélt már erről a Fidesz kommunikációs igazgatója, Hollik István is, hogy szerinte távozniuk kellene a közéletből, illetőleg az is látszik, ugyanis mondta, hogy azért kettőjük esete annyiban különbözik, hogy Valli László esetén már van olyan ügy, ami jogerős, tehát ebből a szempontból róla a bíróság mondta ki, hogy ebből a szempontból nem ártatlan, tehát bűnös. A másik esetben Fekete Győr Andrásnál még megvan a fellebbezés lehetősége, de ugye nála is van egy elmarasztaló mondjuk úgy, hogy döntés, aminek hogyha a részleteit megnézzük, akkor valóban, hogy itt a fölvezetőben szerintem fontosan és helyesen elhangzott, a legfontosabb, hogy az volt a megállapítás, hogy tudatosan cselekedtek, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy véletlenül sikerült volna ilyen mondjuk úgy, hogy bűnöket elkövetni, hanem nem egyszerűséggel úgy döntöttek, hogy ők tudatosan ezt az utat választják, és ez egy nagyon érdekes kérdést fölvet, hogy a baloldal miképpen gondolkodik általában az erőszak illetőleg a felelősség kérdéséről, hiszen azt látjuk, hogyha ha megtörténik egy ilyen bűncselekmény, akkor nem állnak föl, nem mondják azt, hogy hibáztak. Látjuk, hogy még mindig gyakorlatilag a baloldal védi ezt a két politikust. Ön szerint még nem vállalják a felelősséget, mert hogy nem vállalják, ugye Varjú mondta, hogy a sincs lemondani semmiről, míg ugye Fekete Győr András szerint pedig koncepciós per zajlik ellene. Szóval miért nem vállalják a felelősséget a tetteikért? És hát ugye nyilván a pártjaik szintén ott ott mögöttük, tehát ők se szólítják fel őket, hogy valamilyen fajta, hogy mi is mondjam, csak megbánást tanúsítsanak, aktív megbánást a közélet vagy a társadalom felé. Ez egy jó kérdés, nem vagyunk a fejükben, nem ismerjük a pontos gondolatokat. politikai okai lehetnek ennek? Vagy? De ké, szerintem két oka lehet. Az egyik az lehet egy olyan oka, ez egyfajta mondjuk úgy, hogy baloldali gőg, arról szól az egész, hogy látjuk, hogy ők úgy gondolják, hogy számukra vagy rájuk nem azok a törvények vonatkoznak, ha úgy tetszik, ők hiába követnek el ilyen jellegű tetteket, és arról még bíróság, ugye Varloes esetén most már jogerősen kimondta, hogy a bűnös, ennek ellenére ők nem érzik úgy, hogy számukra ez egy morális felelősség lenne. A másik kérdés pedig, az valóban egyfajta általánosabb kép, amit látunk a baloldalon most már sokat a, mondjuk úgy, hogy 15-20 év távlatában, hogy általában véve is Hát sajnálatos módon az ilyen hibáknak, az ilyen tetteknek nincs következménye, Politikai értelemben sem szokás a baloldalom vállalni a felelősséget. Pont ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, mert több elemző véleményt olvastam ezekkel az ügyekkel az elmúlt napokban, és az egyik elemző arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a következmény nélküliség, amit én most említett, ez ráéghet a baloldalra. Mit gondol erről? Egyértelmű, sőt, engedje meg, hogy itt kicsit már múlt időben beszélek, ha más nem, Gyócsány Ferenc óta ráéget. Tehát a Gyurcsány elkövetett egy, egy, egy hazugságot, elkövetett egy rendkívüli politikai bűnt, és azóta most már végletesen azt tűnik ki, hogy a baloldalon nincs következménye az ilyen jellegű tetteknek, akár most egy jogügyről beszélünk, akár egy politikai felség kérdéséről, ebből a szempontból nincs különbség, a baloldal nem ismeri azt, hogy elnézést, nem ismeri azt, hogy hibázott és föláll, azt tűnik ki, hogy továbbra is kapaszkodnak a legutolsó mandátumba, a legutolsó parlamenti székbe. Mennyire lehet gátja, vagy mennyire lehetnek gátjai az ilyen ügyek annak, hogy a baloldali szavazóbázis növekedjen. Tehát, hogy több választót tudjanak, vagy több bizonytalan ember tudjanak maguk mellé állítani ezek a pártok. A DK kapcsán szokták említeni jellemzők, hogy van egyfajta üvegplafon, aminek több oka van, hogy miért nem, de nem tudja áttörni a DK. Tehát nem tudja növelni egy bizonyos szint fölé a támogatottságát, és nyilván ehhez kapcsolódik a másik kérdés, hogy nem hozzák-e kellemetlen helyzetbe ezekkel az ügyekkel a saját pártjaikat, ezek a politikusok, Fekete Győr András vagy éppen Varjú László. Van egy érdekes párhuzam között, amit ön említ, hogy, hogy, a DK és különösen Gyurcsány Ferenc személye okoz egy mondjuk úgy, hogy növekedési maximumot, hogy mennyit tudnak a népszerűségben a baloldali pártok összességében elérni, mert a választók többségének egyértelműen kitűnik, hogy az összes baloldali párt mögött a nap végén Gyurcsán Ferencet találják, nem most, most már gyakorlatilag 15 éve. A másik érdekes kérdés pedig, amit ön is itt feszegetett, hogy mi a helyzet ezekkel a mondjuk úgy, hogy a pártokra való hatásával ennek a két politikusnak. Hát ellentétes képet láttunk, mert még van egy összezárás, közben megpróbálják most kicsit talán hűteni a témát, mert hiszen nyilvánvalóan ez rendkívül kellemetlen számukra. Ugye Gyurcsány Ferenc most már egészen másképp nyilatkozott, visszafogottabban nyilatkozott a legutóbbi alkalmakkor, mint korábban. Én ők is érzik, hogy ez kellemetlen téma, hiszen ahogy ön is talált rá a kérdésében, a választóik számára az elgondolkodtató lehet, még ha szimpatizálnak is egyik vagy másik párttal, akár Momentummal, akár a DK-val, hogy hogyan lehet, hogy két olyan politikusról van szó, aki bírósági a, hát ügyek előtt állnak, úgyhogy elkövettek valamilyen erőszakos cselekményt. És hát ugye a DK-nak a politizálására, de némileg talán a momentumira is jellemző az, hogy ha a politikai ellenfelekről vagy a hozzájuk tartozó közéleti személyekről van szó, akkor nagyon radikálisan fogalmaznak, és nem ijednek meg attól sem, hogy megfenyegessenek másokat. Gyurcsány Ferenc ugye legutóbb például bírákat fenyegetett, meg Fekete Győr András ügye kapcsán, ugye Varjú László előtt, sőt, ugye Varjú László kapcsán Dobrev Klára Gyur Csály Ferenc felesége meg azt mondta, hogy egyenesen nem Varjú László a bűnös, hanem a, a, az a bíró, aki őt elindéli, az, az követte gyakorlatilag bűnt. Ez a fajta politizálás és kommunikáció, ez kinek szól? Tehát ez például meg tudja győzni a bizonytalanokat, vagy csak annak a rétegnek szól, akik már egyébként is ott állnak, mondjuk a DK vagy a Momentum mögött? Amikor feltette kérdését, közben jutott eszembe, hogy 2022-ben mi volt a fő motivum az egész baloldali összefogásban, és ez nem más volt, mint a gyűlölet, és most is azt tűnik ki személy szinten a politikusoknál, hogy ez a fajta zsigeri gyűlölet az, ami megnyilvánul minden alkalommal, akár ilyen erős kommunikációs kijelentésekben is, hát menjünk tovább, azért itt nem csak jelentések, a két politikus ügyében erőszakos cselekményekről van szó, tehát tetlegességi folyt cselekményekről, tehát látható, hogy a baloldalnak szavak és tettek szintjén is vannak erőszakos cselekmények megnyilvánosak, amik beleférnek. Még egy rövid kérdés, ugye van az a politikai anekdota, hogy sem vagy Japánba, vagy Koreába 10 percet késett egy vonat, és lemondott a közlekedési miniszter, hogy a következmények kapcsán, hogy mind a DK, mind a Momentum számára mérvadó és egyfajta mérce a nyugat tehát a nyugati politikusok viselkedése. És hát egy elemző hozta fel ezt is, hogy nyugaton azért elképzelhetetlen mondjuk, hogy egy főpolgármester hazudik a nyelvvizsgájáról, és nem mondjon le. Vagy, vagy az, hogy ha a rendőrök felé agresszívan lép fel egy képviselő, akkor magát mentegesse, vagy a bíróságot bírálja, hanem ott vannak következmények, vannak lemondások. Ilyen szempontból nem ragadós ez a nyugati példa a magyar Nézd, én, én nem vagyok hiva hogy naivak legyünk, ez a baloldali kritikákban megjelenik, amikor a kormánypártokról beszélnek, de amikor magukról van szó, akkor világos, hogy mindenféle önkritikát, önreflexiót teljesen hiányolnak. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm, volt. Köszönöm, meghívást.